Lövöldözés a Vakbottyán utcában, Győrben. Tegnapi hír, mi is foglalkoztunk vele. Egy férfi a saját feleségét lőtte hátba, majd saját magával is végzett. Jó estét kívánok, a győri témát látják. Hát nem igazán egy jó hír, egy jó téma, de ezzel is foglalkozni kell. Vajon mi lehet ennek hátterében? Ezt próbáljuk majd boncolgatni Fodor Dénes pszichológussal. Jó estét kívánok, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, mert nem könnyű ez a téma valóban. Jó estét kívánok. Gondolom sokat hall ilyeneket, ha csak híreket néz, akkor is, meg hát szakemberként mindenképpen talán másképp látja ezt. Első hallásra mi jutott eszébe, vagy mi jut eszébe, hogyha egy ilyet hall, hogy valaki előbb a feleségét, majd önmagát is? Hát nagyon helytelen. Hogy sokat hallok, hát ez a néhány is sok, ami az utóbbi időben itt a körzetünkben, a területünkön előfordult. Kérdezik ilyenkor emberek a szakembert, jó magam is, hogy miért van ez, tehát hogy jutnak ide emberek. Igen, mert ez mindenkit érint, egy ilyen tragédia. Mégis jobb szeretnék hallani, hogy valamilyen patológiás magyarázatot adjon a szakember, hogy egy ember nem juthat el idáig, csak ha megőrül, vagy bedrogozza magát, vagy szóval valami extrém dolog történik. Talán azért szeretik jobban hallani, mert az azt üzenné az embereknek, hogy velünk nem történhet ilyen, ez csak nagyon más emberekkel történhet. Sajnos azt kell mondanom, hogy történhet, bár ne történjen. Mi az, ami idáig vezet, hiszen azt mondja, hogy akárkivel előfordulhat tulajdonképpen, mi az, ami idáig vezethet egy családi viszonyban, férj és feleség között, hogy igenis előkerül egy fegyver, és egy vagy több ember pedig életét veszíti? Amikor már végletekig elfajul egy konfliktus, és bizony nagyon sok olyan házaspárt láttam, családot, ahol magas agresszív feszültséggel éltek már, a gyűlölködés és az egymás provokálása már, hogy így mondjam, profi szinten történt. Ám bár ők nem jutottak el ilyen végletes eseményekhez, de mégis valahol, úgy érzem, sokan ott vannak az előszobájában, csak hál' Istennek sok emberben megjelenik a bölcsesség ilyenkor, hogy valahogy hűtse ezt a helyzetet, vagy segítséget kérjen. Én azt tapasztalom, lehet, hogy rosszul látom, hogy évtizedekkel ezelőtt olyanokat hallottunk, hogy az Amerikai Egyesült Államokban sajnos majdnem, hogy mindennaposak vagy heti rendszerességgel fordultak elő hasonlók. Ma már egyre inkább Nyugat-Európából is hallunk ilyen híreket, és hát lám-lám így Győr és környékén is egy éven belül mindjárt kettő. Lehet olyanról beszélni, hogy sajnos egyre gyakrabban fordulnak elő ilyen családon belül erőszakos események, aminek halál vagy halálok lesznek a vége? Talán az, hogy mondjam, hogy erőszakos események elég gyakran előfordulnak, úgyhogy mindenféle társadalmi megmozdulás van annak érdekében, hogy a családi erőszakot visszaszorítsák, illetve láthatóvá tegyék, nyilvánossá tegyék szomszédok, intézmények, iskola egyéb számára, és hogy ezáltal visszaszorítsák és ne kerüljenek ilyen végletes helyzetbe. Igen. Ugye az emlegetett családnál, ahol a tragédia történt, az már az a szint volt, ahol nem lehet segíteni. Melyik az a szint, ahol segíteni lehet? Tehát önhöz például milyen szinten, milyen fázisban mennek el férj, feleség, esetleg együttesen? Egyáltalán melyik a jobb, ha külön-külön, vagy ha együtt mennek, és milyen problémákkal? Igen. Hát amikor már, mint a hivatkozott esetben is, ugye ott fekszenek holtan, ez már egy tragikus eseménysor vége. De ha időben vissza tudnánk ezeket pörgetni, akár oda-vissza pörgetni, hogy is kezdődött a házasság és a többi, akkor egy olyan életfolyamatot, fejlődési folyamatot látnánk, aminek voltak krízispontjai, és ezeken a krízispontokon mehetett volna jobb irányba is. Nagyon jó, ha ilyenkor eljönnek. Hát először persze mindenki a szüleihez fordul, a barátaihoz fordul, és az így helyes, de szakemberek ma már egyre nagyobb létszámba állnak rendelkezésre, hogy fogadják a házassági krízisben lévőket, és hogy segítsenek nekik.
Az agresszív feszültségeket sokszor csak mint veszekedés látjuk még, mint egymás meg nem értése. Viszont tényleg sokszor tapasztalni, hogy egyfajta bejáratott agresszív dinamika van, amiből nem tudnak kitörni. Szinte jó érzés a másikat piszkálni, szinte jó érzés, hogy nekem van igazam, lásd be, legyőzni a másikat, és hát ez van, amikor eszkalálódik, és tehát kijönt a medréből. Mik azok a krízispontok, amin mondjuk komolyabb veszekedések kipattanhatnak, és ami mondjuk elvezethet egy ilyen tragikus végkifejletig? Hát krízis sokféle van. Magam is elgondolkodtam ezen, hogy ez, hogy szaporodnak el, nem lehet tudni pontos statisztikát az ilyesfajta események. Minden esetre veszélyes krízis akkor van, amikor többféle válság is összejön, és egy pontba esik. Most, hogy gazdasági válságról beszélünk, egy válság már adott, egyfajta egzisztenciális érzékenysége vagy veszélyeztetettsége sok embernek, ami irritáltá teszi. Ehhez hozzájön életszakaszválság, most nem mennék nagyon bele, ehhez hozzájön a párkapcsolat életciklusának válsága, ez a kettő összejöhet. Erre rájön negatív életesemény, akár valamilyen egzisztenciális krízis, hogy most valaki elveszíti a munkahelyét, és mit kezdje magával, akár házasságtörés, tehát egy harmadik megjelenése, ugye ezek is életkrízist okozó jelenségek, és hát van, amikor ilyenkor valaki elveszíti a fejét, és nem képes orientálódni. Melyek azok a jelek, amire esetleg egy házastársnak oda kell, vagy oda kéne figyelnie, és igenis esetleg rávenni a házastársat, hogy menjünk el szakember, ez hátra tud segíteni. Vannak-e ilyen tipikus jelek? Hát sokféle tipikus jel lehet, hát amikor elkezd egy házasság széttartani, hogy így mondjam, amikor elkezd érzelmileg kiürülni. Nagyon sok házasság, ugyanis ha statisztikát mondunk, a házasság fele válással végződik. Tehát nagyon sok házasság egyszerűen kiszárad, elmúlik, válnak különösebb tragédia nélkül. De hát van, ahol fölforrósodnak az indulatok, és akkor ott még a válláson túl is egymásra lőnek a messziről, és jelentgetések, és megfigyelések, és üldözések, és a gyerek kapcsán egymás bosszantása, szóval szinte végén nincs az ilyen agresszív dinamikának. Hogyha megvannak ezek a jelek, és ezt valaki felismeri, vagy közösen felismerik, akkor kellene elmenni szakemberhez. Mennyire jellemző és változott az elmúlt években azt, hogy igenis felvállalják, akár külön-külön, akár együtt, hogy elmennek egy pszichológushoz, és úgymond kitárják a lelküket, őszintén megbeszélik akár önnel, és esetleg pedig ön pedig segíteni tud. Nem tartják mondjuk cikinek ezt házaspárok, mert hát meg kell nyílniuk, és őszintén el kell mondaniuk a problémáikat. Ebben van-e valamiféle tendencia? Megmondom őszintén, hogy ez bennem tiszteletet vált ki, amikor két felnőtt ember eljön, és hát a saját szégyenén túllépve elmondja, hogy nem tudják megoldani. Hogy nem tudják megoldani. Nem értünk szót egymással, és hiába magyarázom neki, és akkor fölkapom a vizet, és akkor ő meg ezt csinálja, azt csinálja. Tehát teljesen elromlik a kommunikáció, ugye ez az egyik ilyen figyelmeztető jel. Hát aztán sok figyelmeztető jel lehet egy családban, mert a gyerek a maga módján reagál, például romlik a tanulmányi eredménye, például valamilyen ideges hasfájása lesz, tehát mindenki a maga módján szenved ebbe, vagy válik a közös élet szétesővé valahogy is, és nem működik. Ilyenkor egyébként az is segít, hogyha valamelyik házastárs egyedül megy el önhöz például, vagy jobb, hogyha együtt mennek. Így is, úgy is el lehet jutni végül is a megoldásig? Melyik a sikeresebb terápia? Én azt gondolom, hogy annál még mindig jobb, ha az egyik fél jön el, mint ha egyik se. Persze az a szerencsésebb, vagy hát akkor
könnyebb az indulás, hogyha ketten jönnek, és abban már legalább egyet értenek, hogy együtt kell segítséget kérni. Sokszor megnyerhető a másik fél is, amikor az egyik jelenik meg, de hát sajnos sokszor úgy marad, hogy csak az egyiknek tudunk tanácsot adni. Ugye ebben az esetben, ami tegnap történt, így győrben nem tudjuk, hogy volt egy gyerek, voltak-e hozzátartozók, de például stábunknak a szomszédok azt mondták, hogy egy nyugodt családról beszélhetünk, soha semmi rosszat nem mondhattak rájuk, mostantól mégis félnek, mert hát nem gondolták volna, hogy a saját szomszédjukban ilyen eset előfordul. Ilyenkor akár egy szomszéd hogyan dolgozhatja ezt fel? Tehát hogyan lehet ezt megemészteni, hogy itt közvetlenül mellette egy ilyen tragikus esemény történik? Hát ugye a nyugodt családról annyit, hogy tényleg az emberek úgy élnek elzárkózva városi körülmények között, hogy sokszor nem lehet belelátni, hogy ott mi folyik. Ez egyik a nyugalomról. A másik, hogy az az embertípus hajlamos arra, hogy mint a vulkán kitörjön, aki csak úgy nyel, és nem látszik semmi. Tehát valahol nem tudja a szelepeken átszabályozni a dolgait. Hát ilyenkor megdöbben mindenki. Na most gyerek, hát óriási trauma. Tehát szinte kivétel nélkül kell, vagy kellene, hogy foglalkozzon szakember, pszichológus ilyenkor a családtaggal, aki ezt valahogy túlélte, látta, vagy az eredményével kell, hogy valahogy hogy szembesüljön. Hát igaziból a szomszédokkal is jó volna, tehát most hiszen ez ugye ilyenkor előjön, hogy mennyire emberi, hogy egy természetes emberi közösség reagálna, hogy az nem magánügy, hogy valami tragédia történik egy panelházban, vagy egy falu részen. Igen, az egy évvel ezelőtti Écsi esetnél sajnos a gyermek is ott volt a házban, és fültanúja volt az egész tragédiának. Vele kapcsolatban lehet-e úgy segíteni, hogy valaha egyáltalán feldolgozza? Milyen terápiát lehet ilyenkor vele alkalmazni, és úgymond kitörölni az emlékezetéből? El lehet-e jutni idáig? Hát én kikerülném most, hogy konkrét esetre reagáljak, de magának a trauma, ugye ez lelki trauma feldolgozásának, a veszteség, a gyász terápiájának kidolgozott módszertana van, és hosszabban tartó rendszeres találkozásokat, foglalkozásokat igényel az ilyesmi. Egy kicsit elvonatkoztatva ettől a tegnapi lövöldözéstől, általában egy pszichológushoz milyen gondokkal, problémákkal fordulnak, akár egyének, akár párok, akár közösségek, melyek azok a legjellemzőbb, legtipikusabb problémák, ma itt a gazdasági válság kellős közepén, családi válságok közepette, melyek azok az alap problémák, amivel szinte nap mint nap betérnek akár önhez is? Hát a kapcsolati problémák azok szinte a leggyakoribbak, emberi kapcsolati problémák, mert hiszen ha nem találom a páromat, miért mennek mindig tönkre a próbálkozásaim, tehát ilyennel ifjú ember is bejön. A legkülönbözőbb problémákkal, teljesítmény problémák is előfordulnak ebbe, teljesítményt okozó szorongások, lámpalázak, egyéb dolog, tehát ami úgymond egészségesnek nevezett embert is eléri, most ilyeneket említek én most első helyen. Nem kell az embernek tudnia, aki pszichológushoz fordul, hogy mi a baja. Neki elég, ha elmondja azt, hogy mitől szenved, vagy mi nem tetszik neki. Egy későbbi közös munka eredménye az, hogy ezt föl lehet göngyölíteni az okok láncolatát és hát a terápiás teendőknek a sorát. Néhány nappal ezelőtt a gyermekek lelki problémáiról beszélgettünk itt egy szakemberrel, ugyanebben a stúdióban és ugyanebben a műsorban is. Ő akkor megdöbbentő statisztikákat mondott, és én most öntől nem várnék statisztikákat, de ő azt mondta, hogy hát rohamosan emelkedik a gyermekek lelki, illetve a lelki beteg gyerekek száma. Ez a felnőtteknél is így igaz? Látható, érzékelhető egy ilyenfajta tendencia? Hát ugye az én, a szakember szemszöge ez olyan, hogy ugye most a Schuster mit mond, hogy jobban kopnak-e a cipők, tehát én nagyon sokkal találkozom, az igaz.
Én inkább azt mondanám, hogy hál' Istennek fokozatosan egyre jobban átmegy a köztudatba az, hogy itt egészségvédelemről is van szó, hogy egészségfejlesztésről, ugye modernebb kifejezéssel, hogy nem szégyenkezni kell, ugyanúgy, ahogy valami, itt nem jó hangja van a kocsinak, ott nem szégyenkezni kell, hanem utána nézni gyorsan és időben, hogy miről van szó. Tehát én inkább azt látom, hogy nő azok száma, akik ezt kulturáltan fogják föl, hogy igenis, az egy színvonalas dolog segítséget kérni időbe. Egy színvonalas dolog, ha észlelek egy zavar jelet, azzal időbe foglalkozni, és nem akkor, amikor túl nagy a baj. Még egy dologra nagyon kíváncsi lennék, és erre még van is időnk. A médiának milyen szerepe lehet ilyen esetekben? Hiszen tegnap is erről a tragikus eseményről szerintem mindenki írott, és elektronikus sajtó beszámolt, mert hogy sajnos ennek hírértéke van ma Magyarországon is. Az, amit ilyenkor a média közvetít, az milyen felelősséggel bír? Mennyire adhat, hát most idézőjelben példát olyan embernek, akinek hasonló problémája van, és esetleg látja, hogy ezt így is meg lehet oldani, és lehet, hogy így oldja majd meg? Mennyire fajsúlyos ilyenkor a média szerepe? Hát itt bizonyos etikai dolgokat húznék én is alá, tehát ne reklámozza, ne menjen intimnek mondható részletekben, ne adjon tippeket, hogy hány tablettát kell, lám ez attól nem, de ha többet vett, stb. Tehát másrészt ugye ezt nem lehet kikerülni, hogy a szenzáció az szenzáció, de én azt gondolom, hogy egy kis kritikát is oda kell akkor tenni, vagy egy kis útmutatást, hogy hogyan lehet ezt kikerülni, vagy megelőzni, vagy mire vigyázzunk, emberek, ugye? Tehát helyén kell kezelni ezt, igen, a történet, igen. Ez a lényeg. Fodor Dénes, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, egy nem könnyű témában próbáltuk megfejteni, hogy hogyan is lehet ezt esetleg megelőzni. Kedves nézőink, ez volt már a győri téma, holnap ugyanitt, ugyanebben az időben megint csak számítok a figyelmükre, addig is nagyon vigyázzanak magukra, a viszontlátásra.